mindenkit két egyházáról. Még az állomás előtt a sorompós átjárónál. Látjátok, tekerős sorompó villogóval, hát ez se sokáig fog itt maradni. Átépítéskor ezt nyilván elbontják, és majd fény és fénysorompó lesz. Bár én úgy tudom, hogy ez lesz az átjáró, ahol felüljáró fog épülni, és a másik átjáró lesz a fénysorompós. Itt van az állomás. Második vágány, itt fog majd jönni. És itt már látszik az építkezésnek a nyomai is, itt a második vágányt már elkezdték, meg az új oszlopok is megvannak. Ja, valameddig itt már elhaladtak. És arrafele van ugye az állomás épület, ott van egy váltókezelőhely. Szóval a Szabadkígyós fele nézünk jelenleg, és itt már bizony, ugye itt már csináltak egy kollekció, de itt lesz majd a második vágány helye is, és itt már az új oszlopok is megvannak. Ezt nézzétek, itt már szintén fel vannak depózva az anyagok. Ott már depózzák a tehervonatra, és ott a szergelyes vonat az már valószínűleg a nyílt vonalra fogja kivinni. Itt pedig néhány régen kibontott régi aj lehet. Majd állnak az új oszlopok. Itt is fel vannak már depózva az anyagok az építkezéshez, és itt épül az új aluljáró. Szemben látjátok a felvételi épületet, és hallottam még egy olyan hely. Nem tudom, itt át tudok-e menni, remélem át tudok. És itt van az állomás, lökösháza felüli vége, az őrház, ahol jelenleg is van szolgálat, tekerősorompó, ebből lesz majd fénysorompó az átépítés végén, és már itt is látszik, hogy zajlik. Itt arra fele van a 121-esnek a kiágazása, Mezőhegyes fele, és innen ágazott ki elek felé is a vonal, erre valamikor. Tehát egyszer majd azt is be fogom járni két egyháza és elek között, hát nem most, viszont mivel elek fele kell menni, az eleki állomás épületet azt megkeresem. Hogyha pontos a GPS koordináta, akkor az meg is lesz, és hát itt már látjátok, a második vágány helyét már készítik elő. És itt van az állomás, Szabadkígyós fele nézve, és hát a felvételi épület fele nézve. Ezt nézzétek, itt van az utcapontja az állomásnak, de ott van egy víztalany, hát az nem tudom megvan-e, remélhetőleg igen, bűemlékvédelem jelleggel, és itt van maga az állomás utcafronti része, hát az átépítés zajlik, úgyhogy nagyjából most ennyit lehet látni belőle. És itt van még egy régi szolgálati lakás, ebben meg valószínűleg még laknak is, mert rábent egy autó az udvarba. Ez itt az eleki állomás épület. Hát a 68-as közlekedés politikai koncepcióba számolták fel ezt is. De hát, tudjátok, hogy volt a vasútállomás, ugye a mávos része előzi a patláson, vagy hát ez a kis kitekintő, ez megvan, ugye a vakolatdísz is megvan, ami ott utal az egykori állomásra, és hát valószínűleg itt voltak a vágányok előtte. Mert ugye ezen a földúton ment tovább a sút, és van mellette itt egy kocsma, ami most hát szerintem már rég bezárt, de ennek is az a neve, hogy Elekvasút végállomás, mindjárt megmutatom. Bizony, Elekvasút végállomás, hát ez is zárva van. Ugye, hát, azt nem tudom, hogy mikor zárt be, de hát gondolom, hogy egykor a vasút mellett működött, és hát erre van a más, és bizony itt mentek a sinek egykor. Ott lehetett egy rakodó talán, tehát térben, nem tudom micsoda, akkor egyáltalán a vasúthoz tartozott-e. És ez volt az egykori épület utcafronti része. Hát sajnos innen csak ennyi maradt belőle. Mutatok. Mindjárt képet be fogom ide vágni, mert van a... Még abból az időből is, mikor még üzemelt a vasútállomás. És valóban itt volt, és most megnéztem a vasútállomások.hu-n, ott a háttérben az egykori árulakodó volt, viszont az egy elkerített részem van, úgyhogy oda már nem tudok bemenni. De majd egyszer van, amikor be fogom járni ezt a vasútvonalat is, és látszik, hogy az épületnek a másik része az fel van újítva, ott a csetepeket is kicserélték, tehát valószínűleg már csak azt lakják, vagy legalábbis utoljára azt lakták, ez a másik, ez elég elhanyagoltnak tűnik. Rakok be majd ide egy 10 évvel korábbi fényképet, mikor még nem volt ennyire benőve a gaz előtte, és jobban látható volt. Látjátok, itt van egy áthatolhatatlan dzsungel. Hát jobban nem lehet megközelíteni, de nem is érdemes szerintem. Hát ennyi. Ez volt az egykori eleki vasútállomás. És valahogy
És ugye nem itt éltek véget a sínek korábban, mert a vasútvonal eredetileg Kisjenőig épült ki, csak amikor a trianoni határ ketté vágta, akkor felszedték a síneket innen a határpontig. De egyébként itt még mentek tovább a vágányok.